A King Domino című játék rajongójaként kíváncsi vagyok mindenre, ami King Domino. Minden egyes év játéka díjat megnyert játékra jellemző, hogy szépen lassan brandet csinálnak belőle. Hogy a King Dominóból érkezett a Queen Domino, akkor az Age of Giants, ezen kívül érkezett egy kétfős kis rajzolgatós, kockadobálós változat, és hát igen, lógott a levegőben, ahogy a nagy sikerű játékokkal lenni szokott, érkezik belőle egy gyerekjáték változat is. Ez a Dragomino, és ebben a videóban ezzel a játékkal fogok foglalkozni. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! A Dragomino egy 5 pluszos gyerekjáték, ennek megfelelően a szabályai sem kifejezetten bonyolultak, gyorsan fussunk át ezeken. Így néz ki a Dragomino című gyerekjáték, hogyha két játékosra készítettem elő. Ebben a kompetitív, azaz versengő, pontokat gyűjtögető játékban a játékosok célja a lehető legjobb sárkánynak a begyűjtése. Ezekhez azonban területeket kell összecsatolni a játékosoknak, lehetőleg a dominó szabályait betartva. Hatféle tereptípusunk van, és mindegyik tereptípusnak megfelelően vannak bizonyos tojások, de vannak tojások, amiben van sárkány, és vannak tojások, amiben már nincs sárkány. A soron következő játékos, a kezdőjátékostól kezdve megyünk, a soron következő játékos a négy rendelkezésre álló tereptípus közül elvesz egyet, és beilleszti oda, ahova szeretné. Fontos tudni erről a játékról, hogy ez a King Domino című játéknak a gyerekeknek szóló változata, és ott bár kötelező tartani ezt az oldalszomszédság szabályt, itt nem, itt ajánlott egyébként, mert abban az esetben, hogyha sikerült egy ilyen találkozást összehozni a játékosnak, ami akár többször is előfordulhat egyszerre, akkor a játékos jogosult egy adott színű kis sárkánytojásra, és ezzel tud menni a játék, hogy egy olyasmit próbálok összekötni, ami már meglehetősen leapasztott, és látható, hogy hány kis tojás ment el, vagy esetleg egy olyan területre próbálok meg tojást gyűjteni, ahol még nem nagyon voltak már a játékosok. Tegyük fel, hogy ez a játékos ezt választ és elvesz egy az adott világhoz tartozó tojást, és azt rögtön megnézi, hogy ha-ha-ha, kaptam-e sárkányt, vagy esetleg nem kaptam, ez a játékos szerencsés volt, úgyhogy gyorsan magához is vehet-e sárkányt. Ez a játékos kerül sorra, hát ő most meglehetősen pórul járt, ügyes volt a kezdőjátékosunk, mert csak olyan lapkákat hagyott ennek a játékosnak, hogy nem tud mit csinálni. Egyébként minden egyes játékosnak ilyen meghatározott kezdő lapkája van, négy játékos esetén mindenki ugyanolyannal indul, úgyhogy ez a játékos nem fog tudni olyat elvenni, hogy rögtön sárkány tojáshoz is jusson. Semmi baj, ez a játékos azt mondja, hogy jó, hogy nagyon különféle területípusokkal megyek, ezt a birodalmához illeszti. Az viszont nagyon fontos, hogy bár nem kötelező illeszkedni a formának, de muszáj illeszkedni a birodalomhoz. Úgyhogy a másik két lapka, amit nem vett el senki, az oldalra kell, abban az esetben, ha négyen játszanák, akkor szépen körsorrendben a többiek ezen a lapkák közül választhatnak. Felcsapunk újabb négy lapkát, egy jól laposan megkevert ilyen kis lapkahúzó pakliból. A kezdőjátékos jelöl egyébként akkor vándorol, hogyha valaki üres tojást húzna fel, ő rögtön megkapja a kezdőjátékos jelölt, mindaddig nála van, amíg egy másik játékos fel nem húzna a törött tojást, úgyhogy marad ez a játékosunk a kezdőjátékos. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, én most szeretnék tovább menni ezzel a sivatagos résszel, ezt a kis birodalmához illeszti, és az adott színvilágnak megfelelő kis tojás token pakliból felhúz egy tojást, megnézi, ha üres tojás, ebben nem volt sárkány, semmi baj, ő magához veszi a kezdőjátékos előtt, vagy legalábbis esetében nála marad. Ez a játékos meg azt mondja, hogy jó, én szeretnék egy olyat csinálni eme játékos bőrében, hogy új területeket szeretnék megnézni, és hogyha megnézitek, akkor picit más elosztású a tojás pakli. Ez játéktechnikailag nagy jelentőséggel tud bírni, nem mindegyik területből van ugyanannyi, például a tüzesből picit kevesebb, ez a játékos, ez megkockáztatja, hogy tüzes birodalomban kezd el inkább jelen lenni, ezt a birodalmához illeszti, befejezett egy ilyen sivatagos részt, elvesz egy tokent, amint van egy sárkány, ez a játékos nagyon örül, maradék két lapkát kitesszük a játékból, az nem kellett senkinek. Ott marad a kezdőjátékosunk azt mondja, hogy jó, én mindenképpen szeretnék egy ilyen tüzes dolgot intézni magamnak, sikerült befejeznem egy területet, jogosult vagyok egy tojásra, amiben nincs sárkány. Nem volt szerencsének a játékosnak. Jön a hozzám közelebbi játékos, aki azt mondja, hogy jó, ő szeretne egy olyan trükköt csinálni, hogy egy erdőt is és egy mezőt is befejez, hogyha egy olyan illesztés történik, ami akár kettő tojást is megenged nekem, akkor aztán mind a kettő tojást megkapom, úgyhogy kapok egy ilyen sötétebb tónusút az erdő miatt és egy világosabb tónusút a mező miatt, és az egyiken van sárkány, a másik viszont törött tojás, úgyhogy megkapom a kezdőjátékos jelölőt. Ha nem választott lapok kimennek a játékból, felcsapunk újabb négyet. Most már
megváltozott kezdőjátékos szabály alapján ez a játékos dönt, és ő azt mondja, hogy jó, ő szeretne ismét egy ilyen trükköt csinálni, hogy két területet fejez be, egy sivatagosat és egy erdőset magához vesz ez a játékos, mind a kettőn sárkány volt, pici hátrányból indult az elején, de meglehetősen ügyesen felsikerült zárkózni. Jön a következő játékos azt mondja, hogy jól van, oké, én azt szeretném csinálni, hogy szeretnék egy ilyen sivatagos köves dolgot elindítani, de jó lenne esetleg tojáshoz jutni, úgyhogy inkább ezt ide teszi a játékos, és befejezett egy ilyen erdős területet, és ennek megfelelően kapott is a sárkányt. Ez a két lapka kimegy. Így megy a játék mindaddig, amíg az összes ilyen kis területlapkával találkoznak a játékosok, és így szépen lassan épül a játékosok birodalma, és amint az összes lehető elérhető lapkát beépítették a játékosok, vagy legalábbis a fordulónak megfelelően, utána megszámolják, hogy ki hány sárkányt gyűjtött, és aki így a legtöbb sárkányt gyűjtötte, ő lesz a Dragomino című játék győztese. Van egy pici haladóbb szabály, amiben a tavaknak nagy jelentősége lesz, bizonyos területeken tó is található, és abban az esetben, hogyha a játékos egy olyan lapot tesz le, amivel tavat fejez be, akkor a tónak köszönhetően nagyobb az esélye, hogy a sárkányok oda mennek, és abban az esetben nem egy, hanem kettő tojáslapkát vesz fel a játékos, mind a kettőt megnéz és választhat közülük, és annak, hogyha két sárkányt húzott fel, akkor nagy jelentősége nincs, ha két tojást, üres tojást, akkor sincs, viszont hogyha az egyik tojás, a másik pedig sárkány, akkor a játékos eldöntheti, hogy vagy kezdőjátékos szeretne lenni, esetleg gyűjt pontokat, én az utóbbit szoktam javasolni. Mert ebben a kedves pontgyűjtőgetős játékban a játékosok megpróbálnak minél több kedves, mosolygós sárkánybébivel találkozni. Ez a Dragomino című játék gyors summája, lényege. A King Domino mindig ott van a kedvenc játékaim között. Amilyen egyszerű, olyan nagyszerű. A játékosok maguk előtt egy birodalmat építenek, és központi helyen van a szorzás, a matek, hogy ügyesen illesztgessek különféle elemeket, és a megérzésem az, hogy nem lenne Dragomino, hogyha King Domino nem nyerte volna meg az évjáték a díjat, és nem lett volna kifejezetten kitett szándék, hogy ez gyerekjáték formában is szülessen meg, mert az alapja, a magia, amiből kihajtott ez a játék, az nem kifejezetten a gyerkőcökre céloz. És nagyon kíváncsi lettem, amikor jött a hír, hogy gyerekjáték készül a King Domino című játékban, ahol igen, központi helyen áll az illesztés, a szorzás, és erősen matekoznak a résztvevők, és hát 8 pluszos játékról van szó, hogy azt hogy sikerül belegravitálni egy 5 éves kortól ajánlható játékba. A Dragomino szerintem kompromisszumokkal, de megoldja. Amikor teszteltük 5 évessel, nagyon szépen számogatta a dolgokat. Pontokon elengedett bizonyos győzelmi kondíciókat, mások nagyon tetszettek neki, de egész végig ilyen gyerekjáték hangulatunk volt. És én nagyon szeretem tanítani a King Dominót, meg népszerűsíteni ezt a társasjátékot, mert a játékosok maguk előtt megépítenek valamit. Simán lehet, hogy nem én nyerem meg a játékot, de felépítettem egy birodalmat. Ott van előttem egy kézzel fogható eredmény, ami elképzelhető, az előző játékomhoz képest jobb eredmény. A Dragomino nagyon sok ponton csillapítja ezt a lehelyezésnek az elengedésével. Nem muszáj érintkezned a szomszédba, olyan nincs, hogy nem tudsz lakást letenni, oda tesz ahova szeretnéd. De hogyha ügyes vagy, akkor lehet, hogy meglátogatja a birodalmadat egy sárkány. Hogyha szerencsés vagy, akkor nem csak egy üres tojást találsz, ami persze hasznos, mert te leszel a következő kezdőjátékos, de esetleg egy kis kedves sárkánygők is a birodalmadban lakhat, és akkor neked már van egy sárkányod. A fantasy vonal van, ami szépen nagyon jelen volt az előző játékban is, és érzem a kis univerzum bővítését, hogy most nem csak horizontálisan, hanem szellemileg vertikálisan is egy icipicit csökkentettünk. A Dragomino kedves, tényleg 15 percben belegravitálja a játékélményt, nekem felnőttként, de nyilván nagyon nem én vagyok a játék célközönsége, az volt az élményem, hogy mire elkezdődik a játék, véget is ér, de tapasztalatom szerint a gyerekeknek ebben a matek felé gravitálgató történetben nagyjából ennyi van. Tehát amikor már azt érzem, hogy elkezdtek elfáradni, hogy jó, oké, matekoztunk, mert nem tudom hányszor számoltunk el sokáig, már építgetünk birodalmat, nagyjából ennyi. Maga a termékminőség is szerintem prima. A játékszabály is könnyen áttekinthető, egyszerű. Én szeretem, a kis lelkemnek kedves, amikor van benne egy icipici kis játékszabály, plusz, hogyha haladó játékot szeretnétek, akkor miként játszátok. Magában a dobozon belül mindennek szépen helye van, ez nagyon kedves számomra, hogy ebből szépen ki tudunk pakolni, és ebbe szépen vissza tudunk pakolni a különféle színű sárkánytojások, és szépen megtalálják a helyüket, és kapunk falkatrészt is. Úgyhogy összességében a Dragomino című játék nagyon ügyesen illeszkedik a nagy klasszikus játékok gyerekjáték változat vonatába, melyben a konceptusan ügyesen megoldott a kids változattal, hogy igen, nagyon szépen működik kisgyerekekkel, ahogy az első utazás a Ticket Ride élményt egészen kicsiknek, de korábbi játékokra is jellemző volt ez, hogy a Carcassonne-ból is készült gyerkőc változat. A Dragomino szerintem megugrotta ezt az amúgy
szerintem a kiadó nyomására érkező lécet, hogy igen, csináljunk a Kingdom Dominóból gyerekjátékot, úgyhogy kedves az alkatrész minőség, csánki a játékhoz, úgyhogy egy kifejezetten prima gyerekjátékról beszélünk. Szerintem ez a játék szereti, hogyha a gyerkőcöknek már van játék tapasztalata. Tehát én nem ezzel a játékkal kezdeném el a modern játékokat a kisgyerekek számára kommunikálni, tehát jó, hogyha már bizonyos ismerős motivumok megvannak, a számolás megvan, a játékosoknak a köre megvan. Tehát nem egy beugró gyerkőc társas játék, de egy nagyon jó következő lépcsőfok, mert egy csomó olyan dolgot sejtett, ígér számoltat a gyerekekkel, amire a későbbiekben nagyon aktívan szükség lesz. Köszönöm szépen a játékot a Game Clubnak, és bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, és elég egy megosztást, hogy minél többek keze jusson ez a társasjátékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot! Sziasztok!